Kedves fiatal és még fiatalabb barátaim, örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttetek ma este. Látszik, hogy egy tényleg plakát, jó cím és egy néhány megkereső van, mennyi embert tud egymás mellé hozzani. Remélem, hogy mindannyiunk számára egy adventi töltekezésben teljes átadás lesz. És ehhez kezdésként énekeljük Presser Gáboréval Fény és távolság. Helyeinken maradva imádkozzunk. Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd dallamokkal átszűrt imámat. Mert tudom és érzem, annyi mindent kéne még elmondanom. S ha nem teszem, talán túl nagy lesz a terhe mindannak, amit sokszor magammal cipelek. Mert a hétköznapok során oly sok minden dübörög elmémben. Gyakran úgy érzem, nem akarom hallani ezt a zajt, a belső zűrzavart. Ezért most összekulcsolt kézzel hozzád közeledem. Kérve téged, adj békét, Uram! Adj békét és megnyugvást. Tudom, valahányszor hozzád közeledem lelki mezítlenségemmel,
Azt érzem, hogy jó, jó, jó veled. És ilyenkor nyitott szívvel, hangok nélkül, egymáshoz hangolva, szép minden. Mert egy rövid időre magam mögött hagyhatok mindent, ezt a világot, ahol kötélként fonnak át emberi dolgok. Hisz nem félek elmondani, sokszor kemény játék az élet. Sokszor, mint élő sakkfigura menetelek, engedelmesen mosolyogva mások játékaiban. Amikor pedig ráeszmélek, hogy már nem szólnak a csillagok sem. Amikor csordultig vagyok belső zajongással, és hozzád visszatérve azt látom, bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erőm. Akkor egyszerű és csendes alázattal arra kérlek téged, ringass át, ringass még. Engedd, hogy a veled való találkozásban azt érezhessem, a tegnap messze már, a holnap messze még. És nem fontos semmi más, csak az itt, csak a most. Gyermeki szeretettel arra kérlek téged, Istenem, vigyázz rám. Vigyázz rám, mikor holnap ismét újra kelek, zsebrevágott kézzel, kissé túl vidámon. És azt álmodom, hogy nagy utazás az élet. És én ennek vándoraként megpróbálom mindezt bejárni a szerelem ország útjain. És légy közben te az, aki ha túlságosan eltévednék, kézen fogsz és hazavezet. Mert tudod, Istenem, annyira hiányzik jelenléted, annyira vágyom sokszor közeledésedre, amikor elcsüggedek, amikor úgy érzem, hogy mindent megtennék, hogy egy kicsit szeress, hogy érezhesselek. Ezért hát arra kérlek téged, jó atyám. Valahányszor kérlek, ó, létezés nagy teremtője, adj hát nekem egy órát, hogy tökéletesíthessem közben életemet, és beléd kapaszkodva átadhassam magam a legnagyobb játéknak, veled együtt élni ezt az életet. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Énekeljünk, barátaim, egy mindannyiunk által jól ismert dalt, aminek Anna és a Barbik a szerzői, a címe pedig nem más, mint Márti dala. Thank you.
Kedves fiatal barátaim, a mai estének nem csak címe, hanem alapgondolata is van, és ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 12. részből választottam egészen pontosan a 7. verset. Ez az alapgondolata következőképpen hangzik. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Kedves fiatalok! Egyszerű föltenni a kérdést, hogy vajon milyen zenét szeret Isten? Nagyon egyszerű lenne a válasz, hogy ezt. De nem ennyire egyszerű a kérdés. Hiszen emellé a kérdés mellé még nagyon sok más egyéb kérdést fel kell tenni. Többek közt azt, hogy hol van a határ? Hol van a stílusok közötti határ, amire azt mondjuk mi, hogy eddig tart az a stílus, ami még Isten elé vihető, vagy Istennek tetsző. Vajon tetszik-e Istennek a slágeres zene, a mai kor zenéje? Vajon jó, hogyha 400-500 évvel ezelőtti dalokat éneklünk? Vajon méltó Istenhez a sokszor vontatottan hamis éneklés, ahogy mondhatni kántálás? Vajon tetszik-e neki? Nem hazugság nagy szerelmi bánat közepette lógó orral szerelmes dalt énekelni Isten előtt? Rengeteg kérdést lehetne még mindezek mellé felsorakoztatni. És a válasz egyik kérdésre sem egyszerű. Mert mivel nem vagyunk mi Isten, és nem tudjuk a választ, ezért csak abban bízhatunk, hogy valószínűleg pont azt tetszik Istennek, amit mi éneklünk, vagy amit mi éppen megpróbálunk elművelni előtte. Ahhoz, hogy egy kissé közelebb jussunk a válaszhoz, az Istennek tetsző zene válaszához, vizsgáljuk meg először az elmúlt néhány száz év fejlődését. Elsősorban a nyelv, a beszéd, a szöveg fejlődését. Mert azt mondhatjuk, hogy ma közel sem úgy beszélünk, mint mondjuk 400-500 évvel ezelőtt. Ha Dávid Ferenc ide állna és elmondana a maga kora, maga nyelvén egy beszédet, sokunk számára érthetetlen szövegrészek, mondatok, szavak lennének benne, amit nem értenénk. De hogyha a saját korában mondja el, sokkal autentikusabb, mert mindenki úgy beszél. Vagy ugyanezt fordítva, ha mi mennénk vissza abba a korba, nem biztos, hogy megértenének minket. Mondok erre egy kézzel fogható példát. János evangéliumának a második részében megtaláljuk a kánoáni mennyegző történetét. És a negyedik vers ebből a történetből a következőképpen szól a mai nyelven. Vajon én rám tartozik, vagy te reád asszony? Ezt kérdezi Jézus édesanyjától, Máriától. Ugyanez a szövegrész egy sokkal korábbi fordításban, egy magyar kódexben a következőképpen hangzik. Mit tenéked is én nékem némberi? Ha mai észjárással arra gondolunk, hogy Jézus ezzel a mondattal mit mond az anyjának, és a némberi kifejezés mögöttes tartalmát próbáljuk keresni, elég felháborító érzések kavaroghatnak bennünk. De abban a korban azoknak az embereknek ez volt a tökéletes kifejezés, ahhoz, hogy visszaadják a szöveg mi voltát. A szöveg fejlődésében, a nyelvi fejlődéssel Károli Gáspár már érezte, hogy nem tökéletes ez a szó, nem jó ez a kifejezés, éppen ezért a Károli fordításban már ehelyett, a szó helyett asszonyállat kifejezést találunk. Mondanom sem kell, hogy milyen okokból, de éppen azért, mert ez sem megfelelő,
Van már asszony kifejezés az újra fordított, revideált Szentírásban, amit mi most már leggyakrabban használunk. Ha zenei fejlődés téren nézzük szintén ezt a néhány száz évet, rengeteg mindent találunk. Azt mondhatjuk, hogy megszületik az ötvonalas kotta rendszer, a világ elkezd végre egy nyelvet beszélni, és a különböző zenei stílusok elkezdenek egymással kommunikálni. A hangszereknek elkezdődik a pontos, meghatározott összjátéka, és az embereknek végre van egy írásmódja, ahogyan meg tudják örökíteni mindenki számára érthetően, hogy mit is akarnak zeneileg kifejezni. A zenére pedig azt mondják, hogy mindig együtt változik a világgal. Minden kornak, minden népcsoportnak, minden kontinensnek a zenéjében felelhető az a történelmi hangulat, amelyet éppen átéltek, amikor különböző zenei stílusok születtek meg, vagy éppen tűntek el, vagy változtak át, vagy osztottak több csoportra, több irányra. Vajon ennek a kornak, nekünk, Istennek tetsző zenében mi a hangulata? Az, amit most játszottunk és énekeltünk közösen, vagy azok, amelyeket itt találunk meg? Sokszor azt érzem, hogy bizonyos szempontból ragaszkodunk a régihez. Mert azt mondjuk, hogy az új, az e világi, túlságosan világias, nem nekünk való. De néha meg azt érzem, hogyha ki a régivel és ide az új elmélettel állnánk elő, akkor egy nagy társadalmi szakadást okoznánk elő, egyházi szempontból természetesen. És mindezzel nem érnénk el lényegében semmit. Mert a mai fiatalokat, titeket, engem nem vonz már az a fajta zenei és éneklési stílus, amit a hétköznapi istentiszteleteinken végzünk. A mai idősebb generációt, a legtöbbjüket pedig nem vonz ez a zenei stílus, amelyet itt művelünk mindannyian hatalmas nagy élvezettel. Föl kell tenni a kérdést, hogy mi a megfelelő? Mi volna a jobb döntésválasztás, és melyik volna a jobb cél, amelyet határozottan egyöntetűen követni tudnánk? De erre a kérdésre nem tudunk, azt hiszem, választ adni. Mert nekünk túlságosan egyoldalú volna a nézet, másoknak pedig egészen más. Az elmúlt időben nagyon sokat gyötörtem magam azzal a kérdéssel, hogy vajon milyen zenét szeret Isten. És ezt a múlt héten föl is tettem az egyik kissolymosi gyülekezeti tagnak. Hogy ön szerint milyen zenét szeret Isten? Ő pedig mélyen a szemembe nézett, és megfontolt, székely észjárással, kigondolt egyszerűséggel csak annyit mondott, a kellemes. Hát úgy éreztem, hogy köszönöm szépen, ki vagyok szolgálva, mert az, hogy kellemes, az mit jelent? Az nézőpont, ízlés kérdése. És amikor eszembe jutott az, hogy ez ízlés kérdése, akkor rögtön egy régebbi teológiai szeminárium jutott eszembe, egy óra, amikor latin órán egy kisebb vitába kezdtünk, akkor is mélyen tisztelt professzor úrra. És évfolyamilag próbáltuk meggyőzni valamiről, érveket sorakoztatva egymás mellé, és elmagyarázni azt, hogy ez milyen fontos és milyen jó. Ő pedig a maga nyugodtságával, maga megfontoltságával megpróbált meggyőzni minket a saját érveivel arról, hogy egészen másképp látja a dolgot, és szerinte másképpen van az igazság. Az óra vége felé úgy érzem, be kell vallanom, hogy úgy éreztem, hogy győztes pozícióba kerültünk, és nyerésre állunk. Amikor pedig eljött a végkifejlet, a professzor úr fölállt, és annyit mondott, végül is mindez ízlés kérdése. Akkor azt éreztem, hogy bár győzni nem sikerült, egy döntetlenben azért kiegyeztünk. De az ajtóból visszafordult, és azt mondta, viszont nekem jó ízlésem van, önöknek pedig rossz.
Akkor egy életre megtanultam azt, hogy a világon sok minden ízlés kérdése és sok mindent az dönt el, hogy kinek milyen ízlése van. Tehát a kérdést egy kicsit át kell alakítani. Vajon Istennek milyen a zenei ízlése? Mielőtt ezt még mélyebbre megpróbálnánk ásni, és ebben a témában még jobban elmerülni, énekeljünk egyet, méghozzá a Kowalski meg a Vega Át egy világon című dalát, amit remélem, hogy mindannyian ismerünk. Emelje föl a kezét az, akinek ez tetszett. Most remélem, hogy Istennek is hasonlóan jó ízlése van, mint nekünk. Ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk az Istennek tetsző zenéhez, magát a zenét kell több oldalról megvizsgálni. Egészen pontosan 4 oldalról is.
Az első nem más, mint maga a szöveg kérdése. Vajon milyen az Istennek igazán tetsző szöveg? Ezt a kérdést föltennénk csak így magunknak, hogy írjunk rá gyorsan egy mondatnyi választ. Biztos vagyok benne, hogy ilyenek születnének. Olyan a jó szöveg, amely Istent dicséri. Olyan a jó szöveg, amely hasonló egy imádsághoz. Olyan a jó szöveg, amely érzéseket közvetít, amely vágyakról beszél, amely őszintén énekelhető. Olyan a jó szöveg, amelynek nincsenek csúnya szavak a szövegében. És hasonló. A régi keresztények azt mondták, a régi keresztény korban azt tartották, hogy az Istennek való éneklés az önmagában a szövegen múlik. Mert a zene minden esetben csupán egy segédeszköz, csupán egy kiegészítés, egy sokszor fölöslegesnek tartott köret. És önmagában a szöveg az, ami igazán fontos. Azt is mondhatnánk ezzel egyetértve, hogy minden zene annyit ér, amennyit ér a szövege. De nem kell ezzel egyetértsünk. Mert ez így önmagában úgy érzem, hogy nem igaz. Mert ha zenéről beszélünk, akkor nem csak szövegről beszélünk. Nem csak költészetről beszélünk, hanem önmagában egy egészen más műfaj. Meg kell vizsgálni ugyanezt zenei téren is. Milyen az Istennek tetsző zene? Találtam a Bibliában egy részt, ahol konkrétan Istennek tetsző zenéről van szó. Sámuel első könyvének 16. részében arról olvashatunk, hogy Sault megszállja egy olyan isteni, Isten által küldött gondolat vagy érzés, ami mélabúrsá, szomorúvá, ingerülté, meg hasonlóvá teszi. És ugyanebben a részben, ha folytatjuk az olvasást, találkozunk egy fiatal emberrel, aki Dávid, aki bemegy ehhez az emberhez is, elkezd neki játszani, elkezd zenélni, és már is elmúlik ez az érzés. Vagyis az Istentől kapott rossz, negatív érzés semmissé válik, átváltozik pozitív érzéssé. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez lényegében egy Istennek tetsző zenéről beszélő történet. A klasszikus görögök azt mondták, hogy az egyetlen tökéletes művészet nem más, mint a zene. Mert a költészet, a festészet és hasonlók mind képi és tárgyi eszközöket használnak ahhoz, hogy kifejezésre jussanak, hogy élményt, érzést tudjanak átadni. Viszont a zene az önmagában, egyedülállóan tud az embernek mindenféle érzést átadni. A zene és a szöveg mellett beszélni kell a szerzőség kérdéséről. Vajon ki tud Istennek tetsző zenét írni vagy szerezni? Vajon létezik-e olyan, hogy hívő zenész, mint szakma? Aki reggeltől estig hívő szövegeket és hívő dallamokat gyárt, illetve komponál, és ezeket próbálja úgy összeilleszteni, hogy az valódi, isteni dicsőséget fejezzen ki, és ne szóljon semmi más. A hívő zenész szakmán egy kicsit elgondolkodtam. Elég érdekesnek találtam ezt a kérdést, és arra gondoltam, hogy ha van hívő zenész, akkor biztos létezik hívő asztalos is. Aki csak úrasztalát és templomajtót vállal munkaként. Létezik hívő építészmérnök, aki templomokat, imaházakat és néha ravatalozókat is tervez. Létezik hívő orvos, akinek nem az az első kérdése, hogy mi a panasza, hanem az, hogy hisze Istenben, és csak utána gyógyít. A hívő boxolóba pedig már nem mertem igazán belegondolni. Hogyha a szerzőség az igazi kérdés, hogy hívő ember tud Istennek tetsző zenét szerezni, akkor meg mi a helyzet az énekeskönyvünkkel? Hiszen ebben is találunk katonadallamokat, találunk matrózdallamokat, találunk szerelmes dallamokat. És erre mondja nagyon jó, találó módon Kodály Zoltán azt, hogy a szöveg
megtérítette őket. Végül pedig a szöveg, a zene és a szerzőség mellett beszélni kell arról is, hogy az a zenész, vagy az az énekes, aki játsza, aki előadja, aki Istennek megpróbálja megmutatni, vagy közvetíteni a zenét, az éneket, annak milyennek kell lennie. A lévita zenészek gyermekkoruk óta arra készülnek, hogy Isten előtt zenélhessenek. Miután úgy érzik, hogy kellően felkészültek erre, akkor el kell végezzenek még egy 5 éves, nagyon komoly zenei képzést ahhoz, hogy megkapják az engedélyt, hogy Isten zenészei legyenek tulajdonképpen. Vajon bot csinálta maguk őt zenészek, lehetnek-e Istennek tetsző zenét játszó emberek? Az olyanok, mint akik itt vannak velünk is. Vajon tetszik-e Istennek az a zene, amit ők játszottak ma este? Mindezeket egy kicsit összegezve, Abraham Maslow végzett egy nagyon kiterjedt kutatást, arra nézve, hogy a lélek milyen érzések hatására tud a legnagyobb élményben részesülni. És azt mondja, hogy az emberi élet során, kutatásai alapján, a két legkimagaslóbb és legáltalánosabb elismert cselekmény, amely a léleknek a legnagyobb élményt adja, az nem más, mint a szex és a zene. De vajon mi, amikor éneklünk? Amikor kitátjuk a szánkat, hogy hangokat bocsássunk ki rajta, bármennyire farcsú vagy bármennyire tisztán? Mennyire élünk át ilyen kimagaslóan katartikus lelki élményt? Isten megérdemli, és biztos vagyok abban, hogy el is várja, hogy az ember a legjobbat nyújtsa neki. Hallották az zenét. De ahhoz, hogy az ember tényleg lélekből fakadóan oda tudja tenni magát, ahhoz, hogy az a zene, amelyet énekel, amelyet játszik, amelyet átad, tényleg úgy szóljon, ahogy meg kell annak szólalnia, hogy az ember ragyogó arccal, tényleg lélekből jövően, teli torokból és tüdőből, mások előtt semmilyen szintű szégyen érzette, ki tudja magát fejezni és mutatni. Ez az az igazi katartikus élmény, amire azt mondhatjuk, hogy igazán Istenhez méltó és Isten elé való. Azt már mondtam, hogy a zenei fejlődés során a kotta volt az, ami a zenészeknek elsősorban megadta a kommunikáció lehetőségét. Viszont a zene, az éneklés, az is egy nyelv. És együtt énekelni nem jelent mást, mint egy nyelvet beszélni. Ha pedig ezt a fajta éneklést, amelyet együtt művelünk, minél magasabb szintre próbáljuk emelni, zeneileg, szövegileg és hangilag, azzal tesszük a lehető legjobbat afelé, hogy ne csak együtt énekeljünk, mi, mindahányan, akik itt vagyunk, hanem ebben az együtt éneklésben benne legyen egy kicsit Isten is. És azt mondhatjuk, hogy Istennel is akkor fogunk egy nyelvet beszélni. Hogyha nem csak eléneklünk egy dalt, mert éppen az van kivetítve, hanem abban a dalban megpróbálunk igazi érzéseket, igazi mélyről jövő emberi gondolatokat belevinni. Záró gondolatként pedig életem egyik nagy zenészétől hoztam egy mondatot, aki nem más, mint Presser Gábor, és nem véletlen, hogy ma este tőle is énekeltünk egy dalt. Presser Gábor pedig azt mondja, hogy a zene az pontosan olyan, mint az imádság. Mert mind a kettőnek szüksége van arra, hogy csend legyen, ahhoz, hogy megszülethessen. És mindkettő, amikor véget ér, akkor a csendben ér véget. És ugyanígy
csendből csendbe átmenetként. Hogy az ember mivel töri meg azt, az csak rajtam. Nem mindegy az, hogy unottan, hátradőlve, kisé flegmán, bámulunk ki a fejünkből, és megpróbáljuk eltölteni azt az időt, amit vagy ránk erőltettek, vagy úgy érezzük, hogy rosszul választottunk. Vagy ránézve a szomszédokra és közben mosolyogva egyet. Úgy érezzük, hogy a lehető legjobb helyen vagyunk, az itt és mostban. Azon a helyen, ahol otthon érezzük magunkat. És ahol mindazok, akik körülöttünk vannak, nem nézlek le, nem kacagnak ki, nem bántanak. Hanem ők is azért vannak itt, hogy átéljenek egy élményt, amire nekünk is szükségünk van. Az az élmény, amiért mi most, ma este itt vagyunk, az nem az, hogy együtt kell lenni és egy kis közösségi élményre vágyunk, mert az megvolt a mai nap során, meg lesz számotokra, sokatok számára holnap is. A lényeg, amiért itt vagyunk, az az, hogy egy nyelvet beszéljünk, de ne csak egymással, hanem Istennel is. Egy nyelvet beszéljünk azzal, akivel folyamatosan megpróbáljuk keresni azt a beszédmódot, amivel elérjük. Hogy ez egy imádság, vagy ez ének, ezt nem tudom eldönteni. Gondolom, hogy ti sem. De tegyünk meg mindent azért, hogy legyen a lehető legjobb. Amen. És ennek érdekében én szintén nagy kedvencem Tunyogi dalát fogjuk énekelni, Ha szeretnél ma még címmel. Oh,
Adjunk néhány rövid pillanatot a csendnek is, mert tudjuk, hogy Isten lélek. Közeledjünk hozzá csendben, lélekben és igazságban. Mindenható jó atyánk, lásd meg az érzéseket, amelyeket elindítottunk feléd. Segíts, hogy az adventi készülődésünkben ez a mai este is, ez a közös együttlét egymással is veled segítsen, hogy kellő felkészültséggel érkezzünk meg a jászolbölcsőhöz. És add Istenünk, hogy valahányszor szólásra vagy éneklésre nyitjuk ajkunkat. Mindig tudjuk. Nem a szöveg, nem a hang, nem az író és nem az előadó a fontos, hanem az érzés, amit rejt. A gondolat, ami meghúzódik a háttérben. Lásd, halld és érezd meg ezeket. És vigyázz ránk életünk minden pillanatában. Ámen. Istennek gazdag áldása kísérjen el mindannyiunkat. Adjon még számos hasonló jó gondolatokkal és érzésekkel teli együttlétet. És adjon mindannyiunknak egy áldott, boldog, békés készülést és ünneplést. Ámen. Záró énekként pedig szintén egy nagy kedvencem következik. A szerző itt is van a teremben. Ugyanis Albert Nagy Ákos barátunk írta ezt a dalt. Sokatok számára ismeretlen lesz, de énekeljétek a lehető legnagyobb szeretettel. Az a címe, hogy Gyermekként. Thank you.
köszönjük szépen, ráadásként egy dal következik. Ezután szeretettel várunk mindenkit az Avilág által Fumi néven ismert közösségi térbe, ahol egy kis eszemiszomra kerül sor, gyertek. Somebody who outdrew you, and it's not.